Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a legjobbkor érkeztünk meg, na jó, a legjobbtól egy 10 másodpercnyire, a kezdőlökésen vagyunk túl, a svájci-japán mérkőzésen, ez az első kör, utolsó találkozója a World Cup of Poolon, a svájciak kezdtek, és mi árgus szemekkel figyeljük Lacival, meg remélem önök is a képernyő előtt ezt a mérkőzést, hiszen amelyik csapat itt győz, az a magyar válogatottal, a magyar párossal fog majd játszani, úgyhogy nem tudom, hogy szurkolunk-e valakinek. Laci, de kit szeretnél ellenfélnek? A japánokat vagy a svájciakat? Szervusz, köszöntöm a nézőket. Hát nagyon nehéz kérdés. Nekem is az a véleményem, amit Carl Bolz mondott, hogy egy heel-heel meccs lesz, tehát nagyon szoros, és aki ma jobban játszik, győzzön az. Gondolkoztam ezen már én is két napja, hogy kivel járnánk jobban, a japánokkal, vagy a svájciakkal. Hát ugye mondta Dimitri Jongo, aki szintén volt junior világbajnok, hogy nagyon sokat játszanak együtt Reglivel, meg gyakorolnak, meg jól ismerik, meg azért sok a közös pont, de ugyanez igaz Oira is, meg Yoshiokára is. Hát és mind a két duó azt mondta, hogy megpróbálják a legjobbat, szóval... Hát akkor meglátjuk, akkor nézzük. Hát igen. Csak aztán aki jön, azt meg meg kell verni. Itt van olyan nagy mókamester. Mondani szokás, most nem mókázni fog, hanem megpróbálja azt a négyes golyót eltenni, és sikerrel is teszi. Gyorsan tehát World Cup of Pool, Angliában vagyunk, Essexben, és ezzel a mérkőzéssel fejeződik be az első kör. Most ebben a késő délutáni kora esti programban még jön majd két találkozó, az albán spanyol és az amerikai lengyel, ami ugye már a második kör lesz, ott már 9-rekig játszanak, itt ugye láthatják kiírva, hogy 7-ig, és aki előbb eléri a hetet, tehát ez azt jelenti, hogy egy hét nyert rek, az megy tovább. Közben javítanám magam, miközben itt... A vége felé járunk az elsőreknek, hogy a 16 között még 7-rekig megy, és majd csak utána megyünk egyel följebb. 9 is a végén, meg ugye 11-ig megy. Így van. Majd azt hittem, hogy egy körrel korábban jön az emelés, de nem. Japáné. A vezetés, annak ellenére ugye, hogy a svájciak kezdtek, ővék volt a nyitólökés. Japán húzta be az elsőreket. A mieink a cseheket verték az első körben, és ennek köszönhetően nézhetik kvázi páholyból ezt a mostani mérkőzést ellenfélre várva. Nagyon szép volt ez az úratás. És ugye azért itt láttuk már sok érdekes dolgot. Ez a 7 nyertig tartó győztes kezd, ezért az elég rázos formátum, tehát maximum egy úgymond elnagyolt, vagy egy kicsit ilyen nem törődöm lökés fér bele, és akkor még talán nincs mérkőzésvesztés, de több semmiképpen. Tegnap láttunk ugye egy-két fordulatos mérkőzést, meg volt sima is, ráadásul pont az lett teljesen sima és fordítva, amiről senki nem gondolta volna, hogy az angol B csapat, vagyis hát az angolok második csapata 7-0-ra megverte az angolok A párosát, amely így búcsúzott hazai közönség előtt, már amennyiben ennek itt van jelentősége, nem tudom, gondolom, hogy nincs túl sok. Olyan túl sok nincs, de hát Chris Melling meg Imran Majid több mint 20 éves múlt alap hátuk mögött, nagyon régi minden csatát, vagy minden helyzetet ismerő régi poolbiliárd játékosok, tehát bárkit megverhetnek akár a világon is. Hát most éppen Jason Shaw-t és az ifjú partnerét verték meg. Ugye Elliot Sandersont.
Az igen. Azt a mindenit. Ilyet még nem láttunk. Legalábbis amikor én ültem itt a közvetítő állásban. Ez gyönyörű volt. Hát így lehet rövidre zárni egy reket. Én ott a leváton látom öreg Willit most is, az a fehér ing. Ugye Willi édesapjáról van szó. Hát ismerem, hogy 30 éve. Úgyhogy biztos nem balagszik meg az öreg jelzőért. Willi apukája. Ez nagyon komoly volt. Lehet, hogy őt küldték megfigyelőnek, mert azért ugye a földes apuka már nagyon sok, tehát ugye junior korában is hordta Willit versenyre, külföldre, stb. Tehát tudja, mit kell figyelni, meg szakavatott a témában, meg most volt mit figyelni. Ismeri a játékosokat, úgyhogy na és itt a két svájci, Dimitri Jungo és Ronald Regli. Meg ott egy fiatal bajnok. Az nagyon komoly, ahogy ül ott a fiatal ember. De legalábbis lehető bajnok. Hát amint föléri az asztalt, mert én még emlékszem arra is, amikor átjárt Bácsalmásra, kezdte bontogatni a szárnyait ifja földes Vilmos, akkor ő is egy dobogón állt, mert nem érte fel az asztalt. De hát 6-8 évesen még ez nem elvárás, hogy akár egy pool, vagy akár egy karambol, vagy egy, ugye a snooker asztal a legmagasabb. De hát minden kezdet nehéz, szokták ezt mondani. És aztán lett belőle junior világbajnoki cím, meg lett belőle felnőtt VB bronzérem, mint ahogy Olivernél is. Szóval... itt viszont most nem ment el egyetlen golyó sem, úgyhogy jöhetnek a svájciak. És az egyes vár is a helyén. Ugye, ahogy említettem, 2000-ben volt Dimitri Jungo junior világbajnok, és 3 évvel később, 2003-ban Willingenben nyert földes Willi junior világbajnoki aranyérmet. Ez akkor nagyon nagy dolog volt 19 évvel ezelőtt, meg maga a trófea most is megsüvegelendő, de hát akkor néhány évvel a rendszerváltás után ugye alakultak a biliárdozók itt-ott mindenhol, aztán ugye elkezdett a versenyszerű játék mindenféle játéknemben, és akkor ez egy ilyen derültékből a villám csapás volt, vagy a bomba, hogy Willi világbajnok lett juniorként. És aztán nyert ugye az Egyesült Államokban is versenyt, ugyanahogy Olivier is, tehát azért tudják, hogy kik ők. Itt is. És reméljük, hogy itt is hosszú útjuk lesz majd a verseny során. Na, mi lesz az a 4-essel? Megy szépen középre. És valószínűleg majd ugye a következő lépés lehet problémás, amennyire én meg tudom ítélni, mert ez az ötös még nem okozhat gondot, de aztán a hatos az már nem annyira egyértelmű. Hát az asztal jobb oldalára kell jönni a fehérrel, úgyhogy lássa a hatost. Csak Jungo. Hát valahogy így. Az úgy jó, az úgy profi nagyon. És hova kell menni a heteshez? Hát legcélszerűbb a hetest a jobb alsóba. Hát két falról, úgy nagyjából a fekete iránya felé. Oda kéne menni a fehér. Igen. Na most kíváncsi vagyok, hogy... egy fal, két fal, és megy a fehér. Nagyon-nagyon szépen. Hát tessék fekete mellé. Ennyi. És kb. Onnan pont jó a fekete, ha ott hagyja a fehéret. Benézte, oda kell tennie, és akkor nem jön a szidás a partnertől, hogy ne pozícionálj össze-vissza, hanem mindig oda, ahol a legjobb. Hát
Hát... nem a legtöbb. Mehetett volna még egy kicsit úgymond az asztal bal oldalán, viszintesen a fehér. Mert itt nagyon megállt, hát alig nem egy-másfél golyónyit. Nem, hát ez becsúszik, az lehet ennyit játszani a mérettel. Holott ugye ez a rasszon asztal szűk lyukú. Az mit jelent, hogy szűk lyukú, nem egyformák a lyukak minden asztalon? Hát most gondolj bele, lenne egy biliárdozód, és ilyen típusú asztalokat föltennél eleve drágább, mint az úgymond ilyen commerce egyszerűbb asztalok. Másik az elmennének játszani az amatőrök, azt reggel után kikérnék meg az ebédet is, mert mit tudom én, nem jutottak előtt nyertig. Két golyó bőven nem fér be egymás mellett. Régen a amerikai gyártmányú Gendi asztalokon ott két és negyed golyó is befért. Tehát... itt pedig a szépítés a svájciaktól. Felzárkózik tehát Svájc kettőse 2-1-re. Rövid reklám után megyünk tovább. Na még egyszer tehát 2-1-es japán vezetésről folytatódik a japán-svájc mérkőzés. A nézőtéren egy korty, a küzdőtéren pedig. Na, csodálatos meccs volt ennyire talán, nem? Vagy az... Regli kezd. És már ott van öreg Willi mellett Oli. Na. Már rövid ideig látni a nézői képet, lehet, hogy ifja földes Willi is ott van. Hú, az a fekete, ez nagyon vészjóslóan ment. Hát szép, régen. Tiszta asztal. Egy golyó ment el. Aztán még egy második is. Kettő? A zöld is. Zöld is, zöld is, meg a barna is, igen. Hatos, hetes. És akkor jön a sárga. Ugye a négyesről az ötöst kell majd megtalálni, két lökés múlva. Igen, hát ez sima ügy, meg még a következő kettő is. És akkor jön az ötös. Igen. Igen, ott van Willi is szemüveggel a feje tetején, tehát... tehát a teljes magyar küldöttség. Igen. Nyeri a leendő ellenfelet. Amit még nem tudunk, hogy melyik csapat lesz. Hát de szerintem mind a ketten, mind a négy játékost ismerik, úgyhogy... csak hát azért meg kell nézni, hogy a korábbiakhoz képest fejlődtek-e, vagy visszafejlődtek, de hát szerintem visszafelé nem fejlődnek. Ú, de szépen jön a fehér. Szépen megtalálta Regli az ötöst. Igen, két centivel hátrébb áll meg, az már nem jó, de így tökéletesnek tűnik. Szép. És akkor egy pontosabban két pici lépésre vagyunk a 2-2-től. Ugyan van kicsi szög is, amennyi kell ahhoz, hogy ideális 9-es maradjon. Hát ez 2-2. Lesz. Bizony, bizony. 2-2, vagyis a 2-0-ás japán vezetés után gyorsan egyenlít a két svájci.
isteniek ezek a lassított képek. Ez is Slava Bozsilova, a játékvezető hölgyünk. Ugye hárman vezetik a meccseket, van még ugye a német Marcel Eckhardt, meg a Kazakis közben itt Villiék mögött. És ugye van még a Sheffield illetőségű Brendan Moore. Szóval ott vannak a magyarok, szurkolótábor is, meg a fiúk is, úgyhogy... Nincs zöld. Most viszont tényleg csak egy ment el. És az is elég nyitott asztalnak tűnik így első ránézésre. Egyébként mi, tehát a magyar csapat pénteken az esti középső mérkőzés lesz a miénk. Kérdezni, igen. Hogyha esetleg valakinek nincs annyi ideje, hogy mai napig végig kövessen bennünket a tévé előtt ülve. Most hova kell jönni a fehérnek a hármashoz? Egy picit visszahúzni. Na, az ott elfér a 9-estől a bal alsóba. És mi lesz a 4-essel? Hát valószínűleg a jobb oldalára fog pozícionálni, és megy a bal felsőbe. Remélem megjegyzed a lökéseket, és akkor fantasztikus, elmész játszani. Oda, nem tenni, ha, tehát ha lehetne, akkor oda tette volna valószínűleg, nem? Tehát körülbelül, hogyha kézből jött volna. Hát igen, ez egy pici szög legyen benne. Igen. Nézi, hogy mi lesz jó az ötösre, mert ugye onnan vissza kell menni a hetesére, az asztal tetejére. Hány lökés a maximum, amiben előre lehet gondolkodni? Hát 2-3-at mindenféleképpen látod most a hetes miatt. Igen, azért pont gondolkodik Jungó. Igen. És akkor ugye lehetőleg mondjuk a 8-ast jobb középre kéne belökni, megfelelő szögből, és akkor csak begurítja, picit jön jobbra lefelé a fehér, és megy a 9-es a bal alsóba. Tehát mindig a legegyszerűbb utat kell választani, mert akkor legkisebb a hibázhatási lehetőség, vagy a belehibázás. De most lehet, hogy a szög miatt nem jobb közép lesz a fekete. Mert lökhető az a jobb alsóba is, és akkor utána gurul a fehérrel. Igen, nagyon úgy néz ki, hogy ebből az lesz. Igen, már a hetesre nem volt olyan a szög, hogy könnyed pozíció legyen, 8-as jobb közép. Hát lehetőleg mindig a legegyszerűbbeket kell lökni, hogy ne hibázz bele, nézd meg, gyönyörűen gurul a fehér. Igen, a fehér gyönyörűen gurul, de ez a fekete, ez kicsit göröngyös úton ment be. És de már is fordul a kocka. Van. Erre már senki nem emlékszik, ez már történelem, a svájciak átveszik a vezetést.
voltak japán világbajnokok is. 94-ben Takeshi Okumura, 4 évvel később Kunihiko Takahashi, és aztán 2011-ben Yokio Akariyama. Szóval azért ott is volt egy-két világklasszis poolbiliárdista. Sőt, ugye a 94-es döntőt 2 japán játszotta, Yasunari Isuzaki. Itt volt a nyelvemen. És hát Oi is. Ha nem is játszott világbajnoki döntőt, de ő is oda a japán elitbe tartozik. Na, itt a feladvány. Hát nincs meg a kettes. Hát megvan, csak igen, elbújt. Na mi lesz ez? Push-out? Push-out lesz. És akkor most csak oda kigurítja a fehér golyót. Nem lehet arra onnan rálátni a kékre? Hát el lehet találni, csak abból nem biztos, hogy tudsz olyat lökni, hogy ne hagyjál állást. Szerintem az még be is lehet. Látja, belökhetően csak messze van. Fehér falhoz közeli, könnyen beletörhet a bicska. De szerintem meg fogják próbálni. Ne? Ez csak tipp. Vagy nem. Csak rápróbált. Igen, tudom. Nem, megpróbálja. Oly, az bevállalós. Igen. De saját magának kell. Nem, visszaadja. Ez a tuti. Igen. Mégsem annyira bevállalós. Mondta, hogy ha megcsináltad magadnak, öreg, akkor fejezd is. Igen, csak ne feledd el, hogy 2-0-ás vezetésről 3-2-es hátrány van. Igen. Hát itt nem lehet már próbálkozni, vagy bejön, vagy nem alapon játszani. Nem is sikerül. De nagyon nagy mázliuk van, vagy lehet, hogy persze nem mázli. Hát jó kis safety ez. Igen. De ezzel nem safety volt a cél szerint. De. Igen, az volt, nem be akarta tenni? Na most már azért megy komolyan az idő. Igen, és ugye most még lehet, de utána már nem. Minden regben egyszer lehet időt kérni. Ez most japán oldalról megtörtént. Jaj, de szép. De szép. Pont látja ezek szerint. Igen, igen. Mégsem olyan szép, mint amilyennek tűnt elsőre. Mármint a svájcér. Jó lesz az. De hát itt nem az az elsődleges cél, hogy belököm a golyót, aztán majd ráérek gondolkodni, hogy mi lesz a következővel. Azt már tudnod kell a két lökéssel előtte, hogy alakul a következő. És attól függően vállalkozol, hogy belököd vagy nem. Tehát ez nem sörvírsli meccs. Az biztos. Bár nem tűnik, bármint számomra laikusnak a hármas olyan rossz helyen lévőnek, nem? Tehát ez nem, csak hát ugye vékony találat, gurul a fehér, hát ugye ezt fejből tudják a játékosok, hogy merre megy a fehér. Igen. A szögeket ismerik, ugye két fár, nézd meg, hogy megy a fehér. Aha, igen, és túl, látod, is, túl is gurult. És azért ez nem zicser a középső alsóba, ez a hármas. Sőt. Én azt hittem, hogy megpróbálja úgy meglökni, hogy ide alulra lehessen, hogy korábban megálljon. Igen, nem, hát nem úgy van, hogyha vékonyan találsz, aha, hogy az csak úgy értem, magától megáll, nem, az gurul. De láttam az előbb, hogy milyen szépen. Hát attól függ, mennyire vastagon találod a golyót. Ugye egy fél telibe vagy háromnegyed telibe lökött golyó, de akkor ugye viszonylag jobban fékezhető a fehér, de ha nagyon vékonyan kell eltalálni valamit, akkor gurul a fehér. Ez szép ez volt. Nagyon szép volt. Szép. Nagyon menetelnek a svájciak. Ha ezt is megnyerik, akkor ugye az 4 zsinórban nyert rek lesz.
Na, ez egy picit lassú lett ez a fehér. Vagy talán nem. Nagy kérdés, ugye a szög nem lett lassú, ideális. Kívánni sem lehetne jobb helyet. Igen. Belök kicsit visszahúz, hogy véletlenül sálljon meg a 9-es mögött a fehér. De tovább is gurulhat, de visszahúz. Vagy megállítja. Ennyi. Üles léptekkel haladunk a 4-2 felé. Igen, azért ez egy kicsit magasabb színvonalú mérkőzés, mint a délutániak voltak. Ugye főleg a nyitó mérkőzés a Tájföld, Dél-Afrika volt egy kicsit mókás. Igen? Igen. Itt viszont nincs móka, 4 zsinórban nyert Reckel, Svájc, Japán, 4-2. Négy-kettőre Svájc vezet Japán ellen, úgyhogy 2-0 még Japánnak volt. Onnantól kezdve 4 zsinórban nyert Reckel, fordítottak a svájciak, a mieink ott ülnek a lelátón és árgus szemmel. Figyelik ezt a mérkőzést, hiszen majd a győztessel játszik a magyar csapat. Három golyó bent. Nyolcas a sarokba, egyes ellenkező közép, majd a kettes. És így jöhet a hármas, ami zicser. Viszont a négyes ott van. Regli könyöke alatt, a távolban. És az ígyszer teljesítve. Hát itt talán az ötös okozhat problémát, valószínűleg az sem, úgyhogy elég jól néz ki. Keep quiet backstage, please. Hátulról valami gyanús zörej. Hát ezt be kell lökni, és két falról le kell jönni az ötös jobb szélére. És lehetőleg maradjon benne valamennyi kis szög. Egy fal, két fal, lesz egy harmadik fal is. Hát, nagyon minimális a szög. Nem elég? Ugye jobb lett volna, ha a falhoz közel áll meg a fehér, és akkor könnyű lett volna kiállni a zöldre. Így most valami más kell lökni, de megoldja. Hú, meghozzá milyen szépen. Hát ezek rutin lökések. Gyönyörűen három falról a hetes fölé áll. Hát eddig, amit én láttam itt a két nap során, ez torony magasan ez a svájci. Nagyon jól játszanak most a svájciak. A legkiegyensúlyozottabban és a legkevesebb hibával. Fel kell kötni majd a gatyázt, az biztos. Mert jelenállás szerint úgy néz ki, hogy ők lesznek az ellenfeleink, hiszen óriási mehetelésben vannak. Most már 5-5 nyertek zsinórban, vezetnek 5-2-re, és semmi bizonytalanságot nem érzek a játékukban. Nagyon jól játszanak, hát Jungo vezérletével jól összeállt ez a duó. Nyilván azért vette Reglit maga mellé, mert tudja, hogy ütőképes. Százszázalékos a golyóbelökés.
Hát igen, mert nem hibáznak, hiába ugye 100%-ig, hogy Japánnál igen. is, de ha nem tudnak odaállni az asztalhoz, belöktek 3 golyót, akkor a 100% marad a végéig, és kikapnak 7-2-re. Igen, és most nagyon komoly bajban vannak, mert hát, hogyha ezt a reket nem nyerik meg, akkor 6-2-ről... Hú, az már... Ott már lefőtt a kávé. Nagyon reménytelen vállalkozásnak tűnik. Én inkább azt mondtam volna, hogy 51-49 a japánok, tehát azt mondtam volna, hogy jobb lett volna, ha a svájciak ellen játszunk. Most már nem ezt mondod, látva őket. Hát igen. De hát új nap, új forma persze, is lehet. Persze, persze. De hát én bírok, bízok a két VB bronzérmesünkben, itt látható Willi fehér trikóban, tőle balra Oli sötét színű trikóban. Golyó esik, és a fehér. És a fehér. Na, visszakapták a japánok az esélyt. Egyes hetes bent, és kézből jöhet a japán duó. Hát ugye annyira majka biztosan játszottak a svájciak. Ilyenkor csak ebbe lehet bízni, hogy a kezdésnél valami nem sül, vagy beesik a fehér. Mert annyira precízen pozícionálgattak, meg lökték be a golyókat maga biztosan, ott nem valószínű, hogy abból lehetőséget kapnak a japánok. Hát most ez a lehetőség, ez összejött, hogy beesett a fehér. Na és utána négyes nem lesz problémás? Okay. Nem, hát a baloldali hosszú falról szépen jön le a fehérrel ide a jobb alsó lyuk környékére. És pont jó a szög, most ugyanezt kell lökni csak visszafelé. Jobb felső lyukhoz vinni a fehéret, maradjon egy kis szög, hogy könnyen tudjon valamennyire közelíteni a hatoshoz. Látod, pattan, az pont elég az a szög, hogy az asztal közepéig lejöjjön a fehérrel. Ez annyira egyszerű, mint ahogy látod. Csak hát meg kell lökni. Az a bonyolult. Igen, oda. Asztal közepe, és kicsi szög legyen, hogy a fehér menjen jobbra, hogy a fekete bal alsó. És megvan a szög. Egy szava nem lehet Oinak, de nincs is. Ámulok és bámulok. Egyszerű ez különben. Persze. Legalábbis annak tűnik. Érdem, amikor a siúrok leugranak a óriás sántról, az is egyszerűnek tűnik. Azt lenézni sem mernék. Hát én sem. Hát én mondom. Sok sportággal van ez így, hogy nézi az ember, hogy mi sem egyszerűbb ennél. Pedig aztán mennyi hány óra és nap és hét és hónap meg év gyakorlás van ebben, hogy ez tényleg ilyen egyszerű legyen. És a sorsnak köszönhetően visszakapták az esélyt. A japánok éltek is vele, úgyhogy most 5-3 és nem lett 6-2. És ez volt az a sorsdöntő pillanat, amikor a fehér bepottyant oda a lukba. Egyébként tegnap is láttunk hasonlót, azt hiszem a hongkongiak kapták így vissza az esélyt.
Lengyelország ellen, aztán el is szállt, mert ugyanez megtörtént fordítva is, úgyhogy most kíváncsi leszek, hogy... Igen, Hongkong vezetett 3-1-re. Igen. Aztán fordítottak a lengyelek, és akkor onnan még... Igen, 3-3 el utolérték őket. És akkor még jött egy szép ségtapasz a hongkongiaktól, de aztán 7-4-es lett a vereség. Track 9, Japan, break. Trailing by 5 rocks to 3. Na és golyó. Akkor így van. Hát akkor most vissza az egész, mondhatjuk, de... Hol az egyes? Igen, az egyes az nincs jó helyen, ha jól láttam, legalábbis elsőre. Legalábbis nem lát rá. Igen. Na úgy értem, nincs jó. Meg hát ugratva azt azért nagyon nehéz oda belökni be a középre. Négyszer oda-vissza pattogott a csücskön. Ez push-out gondolkodás. Jajjajjajj. Push-out. Igen. Aha, és gondolom azért oda most, mert csak úgy lehetne eltenni a sárgát, hogy a fehér bemegy középre? Van benne ilyen szándék bizony, ez most már kezdesz megvilágosodni. Figyeled? Aztán, igen, mert azt ugye ott bal oldaláról kéne eltenni, de akkor túl fehér tudja, hogy megy. Hát, az meg öngyilkos. Igen, világos. Mekkora ravasz fickók ezek? Hát ezt tudni kell. Hogy mik a trükkök, hogy lehet valakit a vékony égre csalni, csak hát... Jó, ők sem mondják le a falat. Hát így van, ahogy mondod. Na de jó, de mi lesz a terv? Most kíváncsi. Hát el kell találni, ha elfogadják a push-outot. El kell találni, és valami safety-t kell lökni. Csak hát vigyázni kell. Hogy a fehér ne menjen el. Hogy lehet ezt úgy eltalálni? Hát jó, mert persze másik oldalról is el lehet. A jobb oldalát. Igen. Igen, csak annyira közel van a falhoz az egyes, hogy az rögtön visszapattan, és ha beletusol a fehérbe, akkor már egészen másképp megy, mint amit terveznének, hogy hogy lehet safety. Ne tanulj meg, mert hát ezért nem. A szaknyelvet úgyse tanítanák meg semmilyen iskolába. Csak ha elmennél olyékkal egy 5 éves körútra, és akkor ilyenkor mindig megkérdeznéd, hogy mi volt, hogy volt. És akkor előbb-utóbb belerázonnál. Nem fogadták el, úgyhogy... Na mi lehet, most nagyon kíváncsi vagyok. Szép! Most már viszont el kell találni az egyest a japcsiknak. És azért látod, itt bonyolódik a 6-os, 8-as, a 3-as, 9-as, itt nagyon közelítenek egymáshoz a golyók. Fehér, nem. Fönnmarad, és jó ez így. Csak most már van 4 golyó a fején, meg a sárga között. Elvileg bármeddig tarthat egy mérkőzés? Hát bármeddig, de előbb-utóbb valaki hibázik. Jó, de elvileg bármeddig mehet? Igen, hát órákig lövöldözhettek itt? Hát a 30 másodpercen belül úgy értem, vagy akkor... Igen, igen. Mondjuk megállhatnak úgy a golyók, mert tegnap volt egy ilyen szituáció, már nem emlékszem melyik meccsen, ahol annyira finoman kocorogtak, ugye meg volt a safety után a falérintés, tehát nem volt hiba, meg ha hiába jöttél volna kézből, akkor se tudott belökni a két maradék golyóból ugye a soron következőt, és akkor ott fölvetődött, hogy
legyen egy újraállítás, mert azért ezeknek a fiúknak se kell az, hogy most az egyesre lökjenek összességében mondjuk 15-15 lökést. Igen, de ez így most viszont állás. Én azt gondolom, hogy most itt elindul a mandula, és megint a japánok tehetik el az első golyót. Nézzük meg, oh, itt. Az igen. Meg is oldja. Na, mit tud kihozni a hármasból? Igen. Mert ugye itt van ez a négy egymáshoz nagyon közeli golyó. Oké. Gondolom, megpróbálják visszahozni ide a fejére. Igen. Igen, hogy... Nem. Lassú még egy kicsit, jöhetett volna még, igen. Legalább a 9-es fölé. Igen. Ez nagyon határeset így. Nem könnyű nyesés, ráadásul ugye nem is éri be. Igen. Nyújtózkodni. És nincs időkérésük el. Aj, de gyönyörű volt. Megelégedve, nem ment eléggé vissza a fehér? Nem maradt könnyű négyes. De belökhető. És bal kézzel löki ezt a nehezet. Bravo. És ez így jó. Na mi van azzal a 6-os, 8-as kombival? Arról jó lenne egy szembe komara kép. Igen, az úgy működhet együtt, nagyon úgy néz ki. Nincs időkérés, lökni kell. Nincs. Hát ez így nem... Bevállalta, hogy a fal alsóba belöki a zöldet. Hát most azért figyelni kell Dezislava Bozsilovának, de lehet egy karambolos kombi, hogy úgy viszi a fehéret a feketére, hogy a fehér beüti a feketét a jobb alsóba. Nagyon úgy tűnik, hogy ez a terv. Ez az. És milyen gyönyörű volt a tempó kontroll, hogy a zöld precízen csak addig, hogy véletlenül sem maradjon olyan állás, hogy nem tudják folytatni. Ezt gyönyörűen kisakkozták. Hát itt vagyunk az 5-4-nek a határán. Mert ezt innen már csak elrontani lehet. De nem fogják elrontani a japánok. Akik megint nyernek kettőt egymás után, mint a mérkőzés legelején. És ezzel fölzárkóznak 5-4-re. Jó kis mérkőzés ez. Jó kis meccs, bizony. Rövid reklám után folytatjuk. Már csak 5-4-re vezetnek a svájciak Japán ellen, mert hogy két reket behúztak egymás után a japánok. Ez utóbbi, ez kifejezetten tetszetős volt. És most ugye értelemszerűen Japán kezd. Egy golyó bent. Ó, az a fehér viszont. Nincs olyan rossz helyen, csak rajta. Tett a fekete, az a baj, hogy nem fér hozzá. Igen, rajta a barnán nagyon. Okay. És azért az a 3-as, 6-os se túl szimpatikus ott balra fölül. Ugye a megindulás is viszonylag nehéz. Hát ez most, érted, ez hogy kezeled? Láttál már fél golyót belőle? Vagy más vele? Nem láttál még fél golyót? Nem, egyiket sem. Jó, igen, meg ha azt írják, hogy fél és másfél között, akkor az pont egy. Tehát miért nem azt írták, hogy egy golyó az átlag, mert az... Én ugye nagyon gyengusz vagyok matekból, de azt hiszem az a számtani közép ott az egy. Na, akkor push out. Push out. Jó lenne.
Apa brings any day for? Igen, ott bújtasd át az ötös mögött, és hozd vissza valahova ide a fehéret, ahol most áll. Ugye ez, amit Mérics kill Jungó. Ugye valahogy a sárkát két falról be kéne valahogy odafűzni a 7-es, 9-es mögé, tehát a baloldali rövid fal közepe tájékára. Valahogy így. Csak ez a közepe tájéka egy kicsit túl lett. Túlment, igen. Oké, oké. De továbbra is ott a gond a 3-as, 6-os. Nem könnyű nyesés ez. Egy kicsit sokat gurult a sárga. Így ott meg kellett volna valahol állnia. Oké, oké, Dani. Jöhet egy kis taktikai játék. És nem kértek időt. Egy másodpercen múlt. Na, az. Szépen fel van adva a lecke. Hát benne van a 7-es, tehát safety. Na, elkapják megint a felső képet, mielőtt megállnának a golyók. Nem. Extension code. Na, ilyenkor. Hát ugrató dákó van. Hoppá! Most van nagy baj. Ez pek. És kézből jöhetnek a japcsik. Ami ugye egy, voltak éppen egy ilyen egyenlítési lehetőség, szerűség. Igen. Extension code. Ugye ránéztek, hogy mi van azzal a 3-as, 6-os. Nagyon rossz pozícióval, de hát az nagyon rossz pozíció. Ennyi. És egy kombó, mert ugye itt ez, hogy kézből jöttek, igen, ugye adta azt a lehetőséget, hogy megpróbálják, mert úgy állítja, hogy a legkényelmesebb ugye volt ez a szituáció, mert az a 3-as, 6-os azzal, mire eljutnának odáig, az biztos, hogy nem tudják megoldani menet közben, hogy ezt a két golyót szétszedjék, mert itt azért így látjuk, gyönyörűen beállította a fehéret, precízen kiszámolható volt a vonat, és működött a kombi. Látod innen is. Nem kell itt variálni a 3-as, 6-ossal, meg lehet ezt. Igen. Itt ezért kellett megpróbálni, mert kézből jöttek, és a 3-as, 6-os meg nagyon rosszul állt, tehát... Hát ennyi. Hát ennyi. Rips-Rops 5-2-ből lesz 5-5, és milyen pekkes, nem a svájci csapat, hogy egyszer ott szépen elment a fehér, most meg ugye kiugrott a sárga, és lám már is. Ez a második kombiuk volt egyébként a japánoknak. Na most svájciaké volt az előző? Tessék? Most svájciaké volt az előző? Nem. Lehet, hogy rosszul emlékszem. Mindegy, de te nem mindegy. A második rekket úgy lett 2-0 a japánoknak. Igazad van, így van, így van, így van, azzal lett 2-0. Na és itt vagyunk, mint 10-es számú kiemelt, és várjuk az 5-5-nél álló japán-svájci. Most te ugye japán áll egy hajszállal kedvezőbb helyzetben, hiszen most ők kezdenek. Mind a két csapat nagyon jó. Ha jó formában vannak, akkor nagyon nehéz ellenfél lesz, de hát bízunk abban, hogy Willi is, meg Oli is jó formában lesz, és akkor ők reszkessenek menni. És elgurul a 4-es a 2-es mögül, és mehet az 1-es. Ugye a 3-as beesett. Ott szurkolt. Nézd meg, mekkora flóba voltak a svájciak, és most elég csehül állnak. Látod, itt van kétszer kombival nyertek a japán. Igen, 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 emlékszem, most már igazad van. Oké. Okay. Maybe attack. Attack? No. Yes, in the moyonban kala vangushon de ikushka nai ne. Szóval de ikko. Oké. Ugye, mert nincs 3-as, ugye figyelni kell. Okay. Ugye az 1-esről könnyű a 2-es.
De utána jön a négyes. Igen, ami ott van rögtön mellette, igen. És onnan föl kell menni az ötösért, amit ugye leginkább a jobb felsőbe lehet belökni. Odáig már én is eljutottam, hogy azt látom, hogy melyik, hogy hova, hogy hogy kerül oda a fehér, arra még fogalmam sincs. Na, de, oda nehéz. Igen, de azt kell hova kerül, évekig. Gondolom. Side door. És ugye most azért mutatja, hogy ide, hogy a rózsa jobb közép, és tud fölfelé menni az ötös meg a nyolcas közé. A fehérrel, hogy könnyű ötös maradjon a jobb felsőbe. Nem olyan nehéz ez. Illetve nem olyan bonyolult ez. Köszönjük, hogy kaptél. Oké. És ugye a hatos hoz nincs túl közel a hetes, tehát ha jó pozíciót hagy az ötösre, abból könnyen megpozícionálható a hatos. És ha az belöki, akkor onnantól kezdve már ők vannak előnyben. És látod, megy az ötösért, gyönyörű volt a stratégia, hogy miért kell úgy belökni a hármast, hogy a négyes jobb közép, vagy a kettest, hogy legyen ötös. Stadiszka. Kész. Hát ez picit pattanhatott volna még a fehér. De mivel elég közel áll a lyukhoz az egyes, a fekete. Arra nem kell olyan túlzottan jót pozícionálni. De és most. Ez a pozíció még nekem is jól lenne talán. De nézzük, mennyire cső ez. Gyönyörű. És nagyon úgy néz ki, hogy Japán átveszi a vezetést, és egyetlen lépésre kerül akkor a győzelemtől és a továbbjutástól, ami mondjuk 5-2 után egy óriási fordulat, már pedig ez a fordulat beállt. 6-5 most Japánnak, és innentől kezdve nagyon-nagyon meleg a pite a svájci párosnak, hiszen Japán kezd, és egyrek azt jelenti, hogy vége is a találkozónak. Ha azt az egyet Japán nyeri. Ha a svájciak, akkor jön a mindent eldöntő csata. Mondjuk nagyon jó volt mind a két csapat, úgyhogy megérne ez a mérkőzés egy döntő rekket. De hát a japánok nem örülnének most neki. Hát biztos, hogy nem. Na nézzük, van-e szerencse a kezdésnél? Néha egy kicsit beszélnek angolul is. Igen, először én is. Az ellenséget. Abszolút, én is elkaptam egy-két angol szót. Igen, csak bizonytalan voltam, ez áták most lenne lehet, hogy van ilyen spanyol szó, vagy egy spanyol, japán szó. Hogy, igen, hogy... Na, 6-5-ös vezetésnél Japán kezd. A győzelemért. Yoshioka kezd. És golyó esett, az már minden esetre jó, amikor fehér fönnmarad,
Hú, egyes ott van, lökhető pozícióban. Már is nézi a 4-es, 8-ast. Oi. A 6-os beesett. És ott a 4-es, 8-as. És az elég jól néz ki kombira. Igen. Is. Wow. És... Hú, mekkora hiba! Hú. Azt a mindenét! Új, se hiszi el. A legváratlanabb pillanatban. Hú. De milyen szerencséjük Igen. volt a japánoknak, hogy hol állt meg. Hol állt meg, bizony. Ah. Kicsit túlnyesi. Na, hát van-e még fordulat? Azt hiszem ez volt az első kihagyott golyó. Igen, itt már látjuk is a statisztikát. Tehát eddig nem hibáztak. Amit be lehetett lökni, azt belökték. De Jungónak fel van adva a lecke, hogy valami épp kézláb safety-t lökjön ebből. És kocs a piroson, és megy balra a fehér. Nem volt kocs. Így látható az egyes. De nem könnyű lökés. Nagyon oda kell figyelni, mert nagyon közel van, ha nem ér hozzá falhoz az egyes. Hogy nagyon vékonyan kellene eltalálni, nehogy visszatusoljon. És akkor az úgymond kiszámíthatatlan irányba megy a fehér is, meg a sárga is, és állás maradjon. Ez nem jó hír. Hát nem annyira. Ez egy nehéz nyesés, de megoldható. Ki jön reggel? Igen, reggeli jön. Időt kérnek a... Kértek időt? Ez megoldva. Megvan. Egy gyönyörűen pozícionál a kékre. Hát figyelj, minden kívánság, hogy így teljesüljön. Most elég közel kerültünk a döntőrekhez. Ezáltal ennyi egy pici hiba. Elég hozzá, na jó, de még nincs vége. Tegnap volt egy észt-szerb 7-6. Könnyen lehet, hogy itt is 7-6 lesz a vége. Most itt távolodik egy kicsit a fehér a 4-es számú golyó irányához képest. De hát ha erősen löki, akkor távolodik, majd közeledik. Igen. Fucking kicks. Lama putz. Can I clean? Jó lenne látni, hogy a 4-es befér-e. Hát... Én úgy látom, hogy befér, de nagyon precízen kell eltalálni. Még az a szerencse, hogy az ötösre nem nagyon kell pozícionálni, mert ha tempósan begurítja a négyest, akkor az ötös szinte mindenhonnan belökhető. És ilyenkor szoktak csücsköt lökni, és nem esik be. De most beesett. Hát Laci, ebből döntőleg reg lesz. Most nagyon úgy fest. Jó mondom. Hát itt már nem fér bele, tehát nem szabad, hogy hibázzanak. Sokkal jobb játékosok ők annál, hogy
egy ilyen állásba belehibázzanak. Csak nyújtózkodni kell. Nem. Képzeld el, milyen baki lenne ilyenkor hozzáérni a trikója, amikor ráhasal az asztalra a 9-es golyóhoz. De jön a toldat, hogy mégse legyen ez a veszély. Itt nincs hiba. Ez 6-6. Na és akkor, ahogy megszokhattuk, a döntő rekelőtt Pacsi jobbról oda-vissza, és akkor még a reklám előtt megtudjuk, hogy ki lesz a győztes. Ne essen golyó, vagy legyen egy rossz állás, attól függetlenül, ha esik golyó. Hát ebből a jó kis meccsből semmit nem tudnak levonni Willi és Oli, csak annyit, hogy holnap borzasztóan jó kell, hogy játszanak, és akkor jöhet bárki. Nézőtér. Ugye a spanyol-albán mérkőzés is nagyon jó lesz, utána megjön az USA-Lengyelország. The deciding rock, Switzerland to break. Na, Jungo kezdi a döntőrekket, a 13-at. Egyes bent. A fehér fönt, a hatos is bent. Zöld, és csücsökről ott marad a kettes induló golyónak. Hát ez nagyon-nagyon jól néz. Nézi, Jungo, hogy a négyes befér a nyolcas mellett a bal alsóba. Hát ez úgy néz ki 99%-ban, hogy megvan ez a döntőrek. És nyer Svájc. Jó, de hát ez előbb is az a... az a hiba, az tulajdonképpen a semmiből jött, úgyhogy gondolom innentől már bejön a... az úgynevezett izgalmi faktor, ha létezik ilyen természetesen, de teniszben szokták mondani nagyon gyakran a szakkommentátorok, hogy más, amit beütnek simán azért, amikor avval meccset lehet nyerni, vagy 95, akkor azért néha megremeg a kéz, persze itt lehet, hogy nem. Mert itt aztán most már tényleg nincs hibázási lehetőség. Aki hibázik, jól állnak a golyók, tehát az, hogy a négyes is befér a nyolcas mellett. Igen. Egyszerű állás, mint a fahék. Nincs benne semmi bonyolult. Akkor már pedig a svájciak behúzzák ezt a meccset. Bent van a négyes is. Jól játszott mind a két svájci. Japánok is, tehát... hát nagyon-nagyon picin múlt, de még mindig nincs vége. Hát nincs, mert az egy kicsit falhoz közeli az a fehér, és valamennyire azért közelíteni kéne a nyolcashoz.
jó. Hát annyira nem tudod közelíteni a 8-ashoz. Jungo következik, fölnéz az órára, hogy mennyi idő van még. Hát igen. Kér is időt, mert azért az igen. Valószínűleg ez edzésen úgy gyakorlat. Igen, de hát de, most amikor... Hát ezt mondom, hogy azért... Vagy tovább megyünk, vagy kiesünk. Igen, 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 ez már erről azért ez súlyos lökés, és nézd meg, totál cső. Igen. Na nézzük. Hát a nap eddigi legfontosabb, mint az esti program legfontosabb lökését. Láthatjuk, tökéletes, meg sem mozdul a fehér. Jungo már tudja, hogy ez azt jelenti, hogy megvan, de... Ez még azért nem jelenti azt, mert Reglinek is be kell löknie. De Regli sem hibázza el, vagyis Svájc megnyeri 7-6-ra a japán elleni mérkőzést. Nagyon fordulatos, nagyon jó kis találkozó volt. Így a mosolygó svájciakkal fogunk majd játszani pénteken. Már a 8 közé jutásért, mint ahogy a 8 közé jutásért jön a folytatás is, hiszen az első kör ezzel lezárult, spanyol-albán mérkőzés következik körülbelül 10 perc múlva.